Yeah. Ez még mindig nagyon ütnek. És mindig amúgy azt vettem észre, srácok, hogy amikor bejövünk egy ilyen pályára, azért mindig más olyan kezdődik el. Néha helikopterrel jövünk, néha kocsival jövünk, néha mit tudom, hogy mit csinálunk, néha pedig gyalogolunk csak. Meg ilyesmi. Ez az a fasz a játékmód amúgy. Ó, elfoglalják a B-t, úristen, úristen, úristen. Nem baj. Azt a mindenit. Szépen óvatosan srácok. Az meghalt. Nem van. Oké. Ajaj, srácok. Segítség. Szép. Ügyesek vagyunk mi. Csak szépen nyugodtan. Nincs ott senki? Mindenki a B-nél van. B-t támadják. Srácok, én még azt vettem észre ebbe a játékba, hogy a hipfire a fegyvereknek az itt semmi. Olyan gyengén sebzik úgy a fegyver, hogy nem igaz. Muszáj közelítve lőni. Ó, azt honnan tudta, pedig a csapattársa volt ott bent. A csapattársa volt ott bent, nem is lőttem a csapattársa, de pont felém nézett.
láttam, hogy lebombáznak engem. Az M16-os az ennyire jó egyébként? Nem tudok, mert az a SIG jön benne olyan. Vagy a Krieg 6-os, bocsánat. A Chigo Bolt, a SIG. Mivel lő ezt a, hogy ennyire gyorsan lelő engem? Ez a burstös fegyverrel. Az ilyen jó? Na várjatok csak. De jól néz ki, srácok, ez a map. Ez a map is de jól néz ki. Tisztel Battlefront 1-es neki a textúra. Micsoda homok van itten, srácok. Micsoda kövek vannak itten. Tényleg jó. Azt a mindenit. Tényleg ez a legjobb fegyver, srácok. Azt a mit. Tesó! Nem vettél észre vagy mi? Ja, nem, meghalt, jó, oké. Azt hittem nem vette észre. Ez igen. Semmit nem húz fel. Egyszerűen egy-két lövés egy ember van. Kemény. Azt, amit láttátok, hogy kilőttem. Azt egy lövés fejbe, olyan két váll és fej közötti helyeken. Ja, értem, oké, és megvan melyik ez a fegyver. Hát megvan melyik ez a fegyver, ez a sima AK-74-es U. És ott olyan furcsa neki a izé. Ez igen. Azt a hifaja be kell tudni lőni. Ja. Megint a sniper-es lőtt engem.
Ez is egészen jó fegyver amúgy. Nem baj. We've lost the hard point. Enemy spy plane inbound. Hard point identified. Killed him. Tetszik ez a fegyver nekem, srácok. Tetszik ez nagyon. De ez a pálya, ez nekem tisztára ilyen Battlefront 1-es amúgy. Ahogyan kinéz. Azt a minét. Nem kényszer töltenem amúgy. Jó, belejöttem, nem baj. Azt a mindenit. Ilyen pályának a bal fele, srácok, ami nem ilyen barlangos, ami itt kint van nyílt terep, az nagyon sok a sniper amúgy. Azt szinte közlekedni nem is lehet. Megmentettelek, most már nem. Ez igen. Ledobták az atomot. Hoppá. Azt a mindenit. Nem gond. Én basztam el.
Ez tetszik ez a pálya, Isten. Ez jó, nagyon. Szerintem bebagosodott srácok. Jó, az megállt, geci. Az megállt. Na srácok, szerintem ez a videó így ennyi. Ez az Open Beta egyelőre új kódnak, ez egészen jó volt. Bár attól eltekintve, hogy a Modern Warfare-ben szinte semmi nem volt benne. Itt az alfa-ba volt 2v2-es mód. A Beta-ban azt hiszem kb. Nem is tudom, olyan 2-3 darab pálya volt. Annál több biztos, hogy nem. És itt csak úgy volt, hogy valameddig lehetett fejlődni, azt hiszem 40 szint a max, de én 33-as vagyok. A fegyverek azok úgy voltak megcsinálva itten, hogy csak szintet kellett elérni, hogy azt a fegyvert feloldjam, de minden achievement, mindenféle cuccos ki volt benne fejlesztve. Nem kellett még felhúzni a fegyvert sem, meg semmi, de ez bizonyára ez nem így van. Ez leszögezzel, ez nagyon élveztem, látjátok 33-as szintű szóval, hojjaj. Én nagyon élveztem. A játékot azt várom, a campingot azt várom, a zombisot azt nagyon várom, azt várom a legjobban, hogy milyen lesz. A Black Ops 4-nek a zombisával is játszottam. Kíváncsi leszek, hogy a történet szál az különbözni fog, vagy ugyanaz fogják nagyjából folytatni, de amit láttam, másfajta karakterekből fog állni majd a story módja a zombisnak. De én majd kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Szóval, srácok, sziasztok, legyetek jók, minden. Ez jó volt, fantasztikus volt ez a Open Beta. Srácok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A következő videóban majd találkozunk, sziasztok!